Október elején megnyílt az új piac Sziszavasváriban. Nem csak a vásárlóknak nyújtanak itt modern szolgáltatást, de a térség őstelmelői számára is jobb megélhetést jelent a beruházás. A Zöld Városközpont kialakítása című pályázat keretében 440 millió forintból újult meg a piac, de korszerűbb lett a hozzátartozó parkoló és a műfőves focipálya is Sziszavasváriban. A piac évek alatt épülgetett, de hát a saját források azok nagyon kevesek voltak, az önkormányzat nem túl sok pénzből tudott gazdálkodni, viszont a piacra óriási igény van. Mint ahogy látható is talán majd a képeken, van egy zöldség gyümölcsárusoknak, élelmiszert árulóknak egy lefedett rész a felső részen, viszont a nagyobb részen, a nagyobb placon sem lefedés, sem vízelvezetés nem volt megoldott, és hát az esős idő az a vásárlóknak is és az eladóknak is gondot okoz. Most, hogy több mint 1000 négyzetméternyi fedett helyünk van, így a rossz idő esetén is tudnak jönni. Itt világítás is föl van szerelve, tehát a téli időszakban, amikor sötétebb van, rosszabbak a látási viszonyok, akkor is tudják fogadni a vásárlókat, és ezen a több ezer négyzetméteren tudnak szolgáltatni. Szintén október elején adták át a savanyító üzemet Szamosszegen. A több mint 160 millió forintból megépített létesítményben a községben megtermelt zöldségekből és gyümölcsökből készítenek különböző savanyított termékeket. Az új üzemben már meg is kezdődött a munka. Az üzembehelyezés ideje 2022. szeptember 1. Az épület 24 helyiségből áll, az összes alapterülete 248,26 négyzetméter. Köszönettel tartozunk a járás, illetve a megyei foglalkoztatási osztály vezetőinek, munkatársainak, a tervezőnek és a kivitelezőnek. Ez a létesítmény egy újabb hatalmas lehetőség a település életében, azért, mert eddig ilyen még Szamosszegen nem volt, mint ahogy termelői piac sem, ami ugye itt van mellettünk, pedig a lakosság ezt is igényelte volna. Szinte minden udvaron volt zöldség, gyümölcs termesztés, befőzés és savanyítás, de ezek elszigeteltek maradtak és napjainkra csak nem elfelejtődtek. Megújult októberben a sürgősségi betegellátó osztály a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórházban. Az intézmény egy határon átnyúló uniós fejlesztési program keretében az Ungvár megyei kórházzal közösen mintegy 900 ezer euró értékű forrás nyert korszerűsítésre, melyet a partnerek egyenlő arányban használtak fel. A sürgősségi ellátás fejlesztése mellett új szakrendelővel bővült a kisvárdai intézmény. A kórház területén pszichiátriai szakrendelő és gondozó is megkezdte működését. Az új funkcióknak egy részét már be tudtuk üzemelni, fejlesztettünk egy új triázsrészt, ahol a betegek komfortosabb körülmények között tudnak várakozni, ott tudjuk fogadni őket, az első vizsgálatokat megtenni, illetve teljesen átalakítottuk a traumatológiai és a belgyógyászati eseteknek a kivizsgálására szolgáló szakrendelőket. Ennek a fejlesztésnek az a apropója azon túl még, hogy a betegeknek jobb lesz a ellátása, a határon átnyúló programból valósult meg, és az Ungvár megyei kórházzal közösen tudtunk végrehajtani egy olyan projektet, aminek a Európai Uniós forrása ott is hasznosulni tud, és a kórházunkban is hasznosulni tud. Ünnepélyes keretek között rakták le a dél-koreai WScope cég nyíregyházi gyárának alapkövét október 18-án. A cég 300 milliárd forintos beruházással hozza létre magyarországi gyárát, ahol elektromos autók akkumulátoraihoz készítenek szeparátorfóliát. A beruházáshoz Nyíregyháza 300 hektárral növelte ipari parkjának területét. A tervek szerint a hatalmas gyárban 1200 új munkahely létesül, és a gyártás 2024 végén indul el. Azért esett a választásunk Magyarországra és Nyíregyházára, mert itt dinamikusan fejlődik az elektromos autóipar. Abban bízunk, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködésünk. Amikor megalapítottam a cégünket, akkor úgy gondoltam, hogy aki uralja az akkumulátorok működését, az kezében tartja a jövőt. Ezt most is így gondolom. Kiváló partnereink vannak Németországban és az Egyesült Államokban is, de az európai jelenlétünket a nyíregyházi gyárunkra alapozzuk. Ugyanazon a napon adták át Európa legnagyobb és legmodernebb vasúti logisztikai központját is Fényes Litkén. Az East West Gate 40 milliárd forintos magánberuházásból alig több mint másfél év alatt épült fel. Az óriás terminállal a Záhonyi térség újra keret és nyugat kapuja lehet a vasúti szállítmányozásban. Szijjártó Péter miniszter az átadó ünnepségen arról beszélt, a komplexumnak hatalmas szerepe lesz abban, hogy az Ukrajnából érkező gabona a lehető leghatékonyabban eljusson a világ számos pontjára. Most az egyik legfontosabb globális biztonsági feladat az az, hogy garantáljuk az Ukrajnából induló gabona export folyamatosságát.
Ez nem politikai és nem is ideológiai kérdés, hanem egy fizikai realitásbeli kérdés. Ahhoz ugyanis, hogy az Ukrajnából induló gabona exportot és annak folyamatosságát garantálni lehessen, szállítási útvonalakra van szükség. Nem ideológiára, nem politikára, nem kommunikációra, hanem szállítási útvonalakra. Olyan szállítási útvonalakra, amelyek gyorsak és hatékonyak. Éppen ezért ennek a Fényeslitkei terminálnak óriási szerepe lesz az Ukrajnából származó gabona eljutatásában a világ legkülönbözőbb távoli pontjaira. Egy különleges ökocentrum épül Nagykáló Harangodon. A természetbarát turisztikai attrakciót a 75 hektáros harangodi tó mellett alakítja ki a Kölcsei Televízió. A fedett közösségi tér lehetőséget biztosít arra, hogy az ide látogató turisták minél közelebbről ismerhessék meg a megye védett természeti értékeit. A harangodi beruházás része egy komplex, a megye négy pontján létesülő turisztikai programnak. Négy komponense van ennek az egész projektnek. Az egyik ebből ez az ökocentrum, amelyet a Kölcsei Televízió épít itt Nagykáló Harangodon a 75 hektáros tó mellett, vagy tópartján. De hát a többi eleme is, melyek már készen van ennek a projektnek, például Kisvárdán a Natura Cinemakva területén belül egy ilyen pihenőparkot alakítottunk ki, Vásárosnaményban egy filagória, illetve játszótér lett, vagy létesült, illetve ami még lesz, az Leveleken egy horgászati centrum, igazából ez egy horgászati kiállításnak helyet adó centrum, ez pedig éppen 75%-os készültségen van. A Nagykáló Harangodi Ökoturisztikai Látogatóközpont üzemeltetéséhez korszerű és természetbarát technológiákat, valamint megújuló energiaforrásokat használnak fel. A beruházás a tervek szerint 2023. május végén készül el.